Sziasztok! Irunál Márem, Dárton evilági profétája 5 évig várakoztatta híveit, mire térítőként új kalandokkal jelentkezett. De semmi ez az idő ahhoz képest, hogy a trilógia befejezését idestova 20 éve várjuk. Na de ne szaladjunk ennyire előre, itt van nekünk a rend megvádolt vezetője, aki sötét humorának ezúttal a magas kráni bércek tövében is hasznát látja. Olyan játszmába keveredik, mely fölött vajmi kevés hatalma van. Jószerével teszi azt, amire Darton szánja őt. Olykor sajátos probléma megoldó képessége azonban még mindig hasznára lehet. Hogy ez hogyan működik majd a sötét határ túloldalán, nem sokára kiderül. Szóval, bízzuk életünket a kevés, még megmaradt hívünkre. Szorítsuk jól a markunkba a kráni konzuli pecsétet, és reménykedjünk abban, amiben csak a szentőrültek és az ostobák szoktak, amikor bemerészkednek Ranagol birodalmába. Hogy ezt a kalandot is élve megússzuk. A Találkozzunk Torozonnál csatorna bemutatja. Ray O'Sullivan Sötét térítő című regényét. Irunál Máremet tettei szembefordítják a rendjével, a Dardonit a Szent Háromság vádolja meg, hogy lepaktált kránnal. Talán nem is alaptalanul, miközben ugyanis az ordani belső könyvtárban kutakodik a titokzatos, varjút formázó erekje eredete után. Meghívást kap a kráni 13-ak országából, és ez épp kapóra jön neki. Minden jel arra mutat, hogy a végső válaszokat a fekete határon túl fogja meglelni. Veszélyes utazásában nem vár társakra lel, egy fehér orkra, a dúlás veteránjára, Kasukára, és egy népétől korán elszakadt elfre, a szélhámos Írire. Vajon Darton tréfája lenne, hogy küldetésében az erre legkevésbé alkalmasokat rendelte mellé? A Sötét térítő Ray O'Sullivan, azaz Galántai János regénye, a Sötét zarándok folytatása. Először 2000-ben jelent meg a Valhalla Páholy gondozásában, címlapján egy borosszikszai festménnyel, a havas, kráni hegyek előtt lopva sunyító, varjú idolt markoló főhőssel. Másodszor a 2009-ben kemény fedeles, exkluzív kiadásban látott napvilágot a Sötét térítő, a Delta Vision kiadó mágus klasszikusok sorozatában. A borító Csánta Kira munkája díszíti, a komorabb külsejű térítő fegyvere keresztvasán pihenteti páncélkesztyűs kezeit. Meg kell még említenem, hogy mindkét kiadás ugyanazzal a fülszöveggel jelent meg, pedig részleteiben köszönő viszonyban sincs a regénnyel. Így valójában szó sincs a kráni 13-ak támogatásáról, csupán egy külső tartomány hercegének figyelméről. Nem szerepel semmiféle helyi fejvadászklán a történetben, és persze így vezetői sincsenek, akik felajánlják, hogy elteszik láb alól a 12. varázsló herceget. Arról nem is beszélve, hogy a smaragd társasága Piaron ellen fordulna, ez mind szépen hangzik, talán korai tervek lehettek, minden esetre inkább egy a jelenleginél tartalmasabb sztorihoz illenek. Amikor a Sötét térítőről beszélünk, elkerülhetetlen, hogy összehasonlítsuk olykor az első résszel, és ha már itt tartunk, jegyezzük meg, ez a regény összeszedettebb, érettebb lett, mint a Sötét zarándok. Stílusa könnyed maradt ugyan, de a főhős védjegyének számító humorból sajnos ezúttal kevesebbet kapunk. Helyette viszont van egy válaszra váró súlyos kérdés, vajon Irun tényleg lepaktált a krániakkal? Valóban elárulta a rendet? Oké, a történet elper egyben van elmesélve, és itt előáll az az érdekes helyzet, hogy velünk együtt a főszereplő sem tudja ezekre a kérdésekre a választ. Csak teszi, amit Darton kér tőle, és reméli, hogy legalább az Istene tudja, hogy mit miért cselekszik. Szóval, Irun menekülővéi elől, közben a humorért nagy részben felelős segítőket talál, egy udvari orkot és egy elfet, és igyekszik krámban boldogulni, ami soha nem egyszerű. Átveszi ugyan a konzulátusához tartozó soványföld birtokot, de mielőtt belekeveredne komolyabban a birodalom politikai ügyeibe, tovább is áll, hogy küldetését teljesítse, hogy megfejtse az előző regényben megtalált és harcok árán megőrzött varjú idol titkát. Ennek érdekében el kell jutnia a Sötét Egyetemre is, ahol magával a 13-ak egyikével is szót vált, aztán csak ki kell jutni a krámból. A Sötét térítő bevezeti a Larion koncepciót, melyről máshol nem hallhattunk. Eszerint Larion az elveszett isten, az őt is szolgáló Irun, akiben amúgy testet öltött Larion, pedig a változások kapuja és rajta keresztül áramlik az élet és a halál. Minden, ami betöltötte a szerepét, áthalad rajta, sőt, és ettől kezdve válik érdekessé, rajta keresztül érkezett a jelhordozó, és ha kitelik az ideje, rajta keresztül fog távozni is. Ennél többet nem tudunk meg, és ez is jelentőségéhez mérten csekély reflektorfényt kapott. Csupán pár bekezdés és egy dialógus Irun és az őt üldöző inkvizitor között, holott a történet végkimenetelében fontos szerepet játszik. Persze, simán elhiszem, hogy mindez a folytatásban kerül kifejtésre, és ha már itt tartunk.
A sötét térítő egymagában nem egy kielégítő regény. Nagyon érződik rajta, hogy csupán felvezetője a harmadik résznek. Van ugyan eleje és vége, utóbbi szolgált egy kisebb csúcsponttal is, de mégsem kerek egész. Több kérdést hagy nyitva, mint amennyit megválaszol. És talán mindezt szóvá sem tennénk, ha ott lenne a polcon a következő kötet, a minden fenntartásunkat elsöprő sötét próféta. A szerző megerősítette, hogy valóban elkészült a harmadik rész kézirata. Terv szerint a 2015-ben futott Darton Champions Kickstarter kampány hivatott volna biztosítani a regény megírásához szükséges időt. Egyben a lehetőséget is, hogy a trilógia angol nyelven is megjelenhessen. Sajnos a kampány nem érte el a célját, a sötét próféta azonban apránként így is elkészült. Hogy mikor és milyen formában jelenik vagy jelenhet meg, csak a szerző tudja. Szerepjátékosok olyan hasznos és kalandozó bakancslistás helyszíneket ismerhetnek meg a könyvből, mint Ordan a belső könyvtárával, vagy a kráni Tograssil úr, a sötét egyetem. A Dartonita paplovag lét ezúttal kisebb szerepet kap, de helyette találkozhatunk kalandobban jó használható szereplőkkel és egy elfeledett istenséggel is, akit ha akarjuk részévé tehetünk egy hosszabb kampánynak is. Mivel eleddig nem kaptuk meg a trilógia befejezését, így az iránt érdeklődnék, ti hogyan zárnátok le a Irunál már nem történetét? Nektek mennyire jön be a Larion, a változások kapuja koncepció? Nálatok is szerepet kapna a végjátékban? Írjátok meg kommentben! A Taverna Könyvtár következő adásában döntéseteknek megfelelően részt veszünk a 14. zászlóháború nyitányán. Arát menekítünk, árulót leplezünk le, szóval nem árt, ha kéznél tartjuk a kahrei ismétlőnyílpuskánkat. Tartsatok velünk, de előtte még. Köszönjük, hogy itt vagytok, hogy együtt kalandozunk. Lájkoljatok, ha tetszik, iratkozzatok fel, és ha Iron oldalán megjártátok a belső tartományokat, ha szemébe néztetek a kráni 13 legalább egyikének, és még épségben meg is úsztátok a dolgot, nos, akkor biztosan van mit mesélnetek, és jár nektek egy ital. Találkozzunk Torozonnál. Sziasztok!